A mai videóban elképesztő durva Stumble Guys rejtélyeket fogok nektek megmutatni, amihez hasonlót valószínűleg még soha nem láttatok. Nagyon-nagyon durva bugokról, rejtett dolgokról, titkokról lesz szó a játékon belül, úgyhogy mindenképpen érdemes velem tartani. Illetve ha tetszik a videó, és szeretnél még hasonlókat látni a későbbiekben, akkor mindenképpen érdemes csapatnire egy lájkot, illetve feliratkozni, ha még nem vagy. Köszi, köszi. Az első ilyen nagyon durva teóriához egy emótára lesz szükségünk, egy sima taunt animációra, aminél lehetőleg valami ami van a kezünkben. Tehát például ez. A legjobb az lenne, amelyiknél egy világít valami a kezünkbe az melyik? Például ez. Például ez az egyik legjobb talán ehhez. Ide be is állítjuk. Illetve block dash mérkőzést fogunk játszani. Behívjuk mondjuk HTG Gamert a tagok közül. Úgy látom, hogy ő online. Ha te is szeretnél tag lenni, a friendem lenne a játékba, és akár garantáltan jönni velem videóba vagy streambe játszani, akkor ajánlom neked a csatorna tagság lehetőséget. Csatornámon a feliratkozás gombon kívül egy csatlakozás gombot is találsz. Arra rákattintasz, akkor egy fix összegér habont tudott támogatni a csatornát, ezért cserébe például különböző utalmakat feloldani, például azt, hogy játszhatsz velem, meg egyedi elvények lesznek a neved mellett, meg egyedi emojikat tudsz használni a komment szekcióban, meg az élőadásoknál a cseten. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki támogat, de persze ez nem egy kötelező dolog, ez csak egy lehetőség arra, hogy tudjon fejlődni a csatorna. Na, és itt is HTG Gamerrel, és arra lesz szükség tulajdonképpen, hogy megvárjuk, hogy érkezzen valamiféle tüske szerűség velünk szembe, tulajdonképpen egy tüskére mindenféleképpen szükség lesz. Reméljük, hogy HTG gamer nem fog minket bántalmazni, illetve hogy nem fog leesni ugye a pályáról. Ott is jön a tüske és elvileg neki ugrunk úgy a tüskének, hogy benyomjuk közben az emótot, és már vége van az emótának, ahogy látjátok, és ott maradt a kezemben az a világító szar, ahogy látjátok, ami az emóthoz tartozott. Nem tudom, ilyenkor amúgy HTG Gamer is látja ezt, vagy ez csak nálam van így. Ez amúgy egy nagyon jó kérdés, ezt írjátok meg, ha esetleg már hallottatok erről a trükkről, és tudjátok. Ez szerintem tökre durva, hogy ez mi a búbánat már, hogy ott van konkrétan a kezembe, és az egész meccsen ilyenkor ott marad a kezembe innentől kezdve. Ne. Nem. eltűnt. Egy idő után eltűnik ezek szerint úgy látszik, hogy nyomok egy új emótot, ugye sima rugást nyomtam az előbb is, eltűnt. De gondolom, hogyha most itt majd egy újabb tüskének nekiugornánk emótolva, most először itt ezt megpróbálom normálisan átidalni, hogy egyáltalán itt túljussunk, mert akkor fogjuk tudni majd megpróbálni. Na de hát most megkvalifáljoltunk a pali elrontotta. Na GG, de a lényeg, hogy látjátok, hogy mi volt a lényeg egyébként, szóval nagyon túl, hogy ott marad a kezében, ha nem is végig, mert a következő imótnál részletelődik, de egy hosszas időkre ott marad a kezében az a fénycsóba. És az azért mondtam egyébként, hogy valami olyasmivel kell, aminél így világít a kezünkben az a cucc. De például ennél a nél is ott tud maradni a bicikli a skinünk mellett, vagy például ennél a koponyásnál is ott tud maradni, ugyanúgy a kezében a koponya. Tehát ezeknél is tud működni. Mondjuk megmutatom még a biciklissel. És egyébként egyáltalán nem csak blogdesben tud ez működni. Mutatok egy másik példát is, ami még szerintem tök érdekes. De elvileg több mint százféle ilyen spot van a játékban, ahol így be lehet adni úgymond ezt a trükköt. És mégis egy csomó ideig nem nem tudtam róla, hogy van ilyen nagyon-nagyon durva. Egyébként mindenképpen írjátok majd le az összes trükről a komment szekcióban, hogy ti már hallottatok-e róla, ti már láttatok, hogy valaki ezt csinálja, csak nem tudtátok, hogy hogy, vagy esetleg réges tudtátok, hogy van ez, és ti is szoktátok ezt csinálni. Nyilván ez olyan trükk, hogy ez csak érdekes, meg durva, de attól függetlenül használni nem tudod, vagy haszna nincsen a játékba. De nagyon-nagyon érdekes szerintem. Például itt vagyunk most az uborkás pályán, és ugyanezt a trükköt itt is be lehet adni. Kérdezhetnétek, hogy hogy a bánatban, hát itt nincsenek is tüskék. Itt az uborkás nak kell nekiugrani, ahogy láthatjátok, ott van mellettünk a bicikli, ott hempereg, és utána, miután már réges-régen vége van az animációnak, a bicikli konkrétan ott marad. Ott marad mellettünk. Az mondjuk egy nagyon jó kérdés, hogyha vetődök, és akkor is nézek, ott marad. Ott jön mellettünk az öreg. Hát ez hihetetlen. Ez is működik, srácok. Ebben nem voltam annyira biztos, hogy még a bicikli is gyakorlatilag ott marad, de igen. És nem csak a blogdesben a tüskénél, hanem az uborkás pályán az uborkánál is ugyanúgy működik, még hogyha minket ez az Akadály, akkor is ott marad a bicikli. Nagyon érdekes kis apróság szerintem ez a játékban, amit szerintem nagyon-nagyon kevesen ismertek, nagyon kevesen tudták, hogy van ilyen, mert amúgy hogy jönnél rá, amúgy, hogy van ilyen. Tehát tök érdekes és tök vicces, úgyhogy ha esetleg nem tudtatok még eddig róla, mindenki próbáljátok ki. A következő érdekesség, amit nem tudom, hogy észrevettetek el, a mostani Stumble Pass-es seasonben képzeljétek el, amit ugye én már végigvittem, és látjátok, hogy megvan már a speciális skin, meg minden finomság, amiket itt meg lehetett szerezni. Itt van az emót a legvégén, ugye ez a villámos ölelés, amit gyakorlatilag nem is lehet látni a fejemtől, de ha a fejemet picit lejjebb költöztetjük egy kis időre, akkor láthatjátok, hogy az új speciális emót a villámos ölelés fölé oda van írva, hogy punch other players, tehát hogy üsd meg az ellenfeleket, ami pedig a boxolós emótnak a szövege. Szóval jó kérdés, hogy mi a franc elrontották, és azóta már 20 valány napja nem javították ki, hogy hug other players kéne, hogy oda legyen írva. Érdekes, érdekes bug, érdekes ilyen furcsa a elírás srácok, amit nem tudom, hogy egy ekkora cég hogyan tud elhibázni. Nem tudom, hogy ti már ezt észrevettétek-e, mindenképpen írjátok meg, de Punch Other Players van odaírva, ami pedig nem az ölelésnek a leírása. Következő tök apró érdekesség az az arany színű skinekkel kapcsolatos a játékban. Ahogy látjátok, ugye végre valahára itt van a Golden Sensei skin is, már ugye megvan nekem, illetve jó pár másik arany skin is van a játékban. Ha megnézitek, itt van a Captain Golden Heart, csillog, villog, ragyog mindent csináld. Itt van a gold Rebid, ami szintén csillog villog, ahogy látjátok, nagyon-nagyon szépen, ugyanígy ez is egy arany skin. Itt van a gridiron, ami szintén szikrázik, csillog nagyon-nagyon-nagyon szép, illetve itt van a golden sensei, ami csak ugyan csillog nagyon-nagyon szépen, ahogy láthatjuk, és a golden banana sem tesz másképp, tehát ez az arany skin is nagyon-nagyon durván csillog, és hogyha megnézzük, nincs is másik arany skin egyébként itt a legendary, illetve a speciálisak között, csak a hiányzók között van egyetlen egy, a Golden Robo, amit eddig csak megvenni lehetett. Én még nem csaptam le rá, annyira nem jó skin szerintem. Már csak azért sem, mert ha megnézzük, egyetlen olyan arany skin, ami nem csillog. Nem tudom, hogy miért, szegény Golden Robóval nem tudom, hogy mi történt, hogy ez miért nem kapta meg ezt a csillogás effektust. Szerintem ez kicsit bénábbá teszi a többinél. Nem néz ki egy speciális skinnek valahogy ez. Egyszerűen az a szikrázás, ez a csillogás, az a különlegesség, ami ezekben a speciális skinekben van, mi ebbe menj, ez mennyi különleges, de mondjuk a boltnál is néz meg, hogy szikrázik. Egyszerűen ennél a skinnél nem érzed azt, ez egy sima legendary, vagy még akár annál is rosszabb. Nem tudom, ez, ez miért hagyták ki erről a skinről. Ha esetleg tudtok erről valami infót, nyugodtan írjátok meg. Nem tudom, így, így, nem, érthetetlen, érthetetlen. Miért nem bírták azt a szikrázást rárakni? Következő nagyon durva teóriához a kedvenc játékmódomba kell belépnünk, ami nem lesz más, mint a rákitránból ez a hülye piú-piús baromság. Nyugi, ne nem fogunk lejátszani normálisan egy menetet, csak van egy nagyon-nagyon durva dolog, amivel bizonyos játékosoknak hatalmas előnye lehet ebben a játékmódban. Egyszerűen nem tudom, hogy hogy lehet ilyen megengedve a játékban. Ugye itt vagyunk a pályán, és ahogy láthatjátok, alul ott van az a kis rakéta ikon, ami ugye a többi pályán az ugrás ikon. Tehát ugye ezen a pályán nem lehet ugrani, hanem azzal a gombbal, telefonon, hogyha Xbox kontrollere emulátorra játszunk, az is olyan, mint hogyha telefonra játszanánk. Tehát minden eszközről kb. olyan ez a játékmód, hogy az ugrás helyett ez a a kilövés van. Na lőjed már ki, öcse. Viszont például innen oda nem nagyon tudsz átugrani, mert ugye nem lehet dupla ugrás, nem lehet vetődést csinálni tulajdonképpen. De! Van egy teória, ami szerint gépen az a helyzet a Rocket Rumble játékmódban, hogy az a teória járja, hogy ugye itt elméleti szinten, ugye láthatjuk, hogy mutatja, hogy az e tudom lőni ezeket a rakétákat, viszont ha a Space-t megnyomom, akkor mi a jó Isten, tudok ugrani és double jumpolni is. Tényleg igaz ez a teóriás srácok, nagyon-nagyon durva. Például olyan távolságokat, amiket nem lehetne ugrás, illetve vetődés nélkül megcsinálni, konkrétan meg lehet csinálni, így PC-n, és ez hatalmas előny a telefonos játékosokkal szemben, illetve konkrétan minden más játékossal szemben. Ez nagyon durva, srácok, ez nagyon durva. Ugrik, és vagy lő valaki rád is, konkrétan át tudod ugrani a lövedéket. Tehát, hogy ez így, így eltalálni, kb. lehetetlenné válik. Ebben nem voltam biztos, hogy ez tényleg igaz lesz, úgy voltam bele, hogy láttam valahol, és kíváncsi vagyok, kipróbálom, és tényleg működik, srácok. Szétadom. Írjátok le, hogy ti tudtátok, -e, hogy ilyen létezik, illetve hogy gépen vagy telefonon játszotok a játékkal, hogyha akár mindkettőn vagy gépen, akkor próbáljátok ki, mert tényleg működik. A következő rejtett érdekesség pedig a Customize-nál van, ez nem egy olyan nagyon nagy dolog, de tök érdekes szerintem, meg furcsa, hogy ez vajon miért van így. Hogyha belépünk ide a lezárt skinek közé, amik ugye nincs, még meg nekünk. Mondjuk itt van például a bolt, amit még mindig nem sikerült kipörgetnem, és utána átlépünk ide az olba, az összes skin közé, majd visszalépünk ide a legendariba, legörgetünk oda a bolthoz, ahol ugye eddig is voltunk a lezárt, nem megszerzett skinek közé, és átkattintunk egy másik skinre, mondjuk a Diamond Rabbidre. Látjátok, hogy a boltnál megjelenik az a kis pipa, mint hogyha meg lenne az a skin, és ugye be lenne állítva. Tehát ugye alapvetően az a kis pipa, az azt jelenti, hogy mondjuk ez a skin be van állítva, átlépek ide, és bejelölő, hogy ez a skin van ugye beállítva. Tehát itt lépkedhetek akárhova, ez a skin az, amivel vagyok. Viszont ugye itt valahogyan be van pipálva a bolt is például, és ugye mondjuk átlépek most a Diamond rebid van kiválasztva, most átlépek ide, és átlépek mondjuk a Golden és ott most a Diamond Rebid is be van pipálva, pedig nincs meg ez a skin, nem lehet neki választva, de ott van nála a pipa, tök érdekes kis rejtett bug vagy rejtett furcsaság. Írjátok, hogy ti erről hallottatok-e már. Tényleg ezek szerintem olyan dolgok, amikről valószínűleg nagyon-nagyon kevesen tudtok, úgyhogy remélem, hogy sokatok számára tudok új érdekességgel szolgálni. Mindenképp jelzték egy like ha szeretnétek még hasonló videókat a későbbiekben, és nyugodtan írhatok egyébként ilyen apró rejtett dolgokat, amiket esetleg tiveltetek észre, vagy láttatok valahol, de nincs benne ebben a videóban, és akkor akár a tiétek is bekerülhet majd a következő részbe. És végül, de nem utolsó sorban egy nagyon érdekes dolgot szeretnék megcsinálni a Lost Temple pályán, ahol elméletileg fel lehet annak a nagy toronynak a tetejére ugrani. Viszont ez egyáltalán nem egyszerű, ugyanis ha látjátok ide belejövök, és ez a tüske fel, ez, ez ennyit csinál, levasza a pályáról. Ahhoz, hogy minket az oda fellőjön annak a tetejére, valahogy nagyon-nagyon nagyot kell, hogy lökjön rajtunk. Ez pedig egy alapvetően nem tud megtörténni. Szóval bele kell dobni egy banánhéjat, oda, most meg kell várni, hogy lemenjenek a tüskék, bele kell így esni a banánhéjba, de Hát ah, ez nehezebb, mint gondolnád. Na jó, hát ez elég nehéz, de elméleti szinten ezt meg lehet csinálni, hogy oda felugrasz. És nagyon-nagyon kevés játékos csinálta ezt meg eddig a játék történetében, úgyhogy mindent meg fogok tenni, hogy én legyek az egyik közülük. De az biztos, hogy ez rohadt néz, úgyhogy írjátok meg, hogy valakinek sikerült -e már egyáltalán ez a trükk. Vagy <laughs> hogy egyáltalán tudtátok -e ezt a teóriát magát, hogy oda fel lehet valahogyan jutni. Na itt is újra a pályán, sráncok. Amíg én itt próbálkozott, nagyon megköszönöm, ha robbantotok egy lájkot a videóra, hogyha még esetleg nem tett meg, mert ez aztán tényleg nem egy könnyű mutatvány. Minden lájkot like nagyon szépen megköszönök. És most kellene... Oh! Valamennyire már felpördültem legalább. Tehát megpróbáljuk beledobni. Már ez sem egy könnyű feladat. Na, az most nagyon jól sikerült. Oda belemegyünk, belesétálunk, fellő, de jobban fel kéne de ez annyira random amúgy szerintem, hogy most hogy pördülünk. Próbáljuk erről az oldalról. Oda beledobjuk a banánhéjat. Megpróbálunk idejönni, belemegyünk. Oké, okay, és most lőj föl! Á, ah, de odébb van a rohadt életbe! Most voltunk talán a legközelebb hozzá eddig. Srácok, ez aztán tryhard. Ez muszáj megcsinálni, muszáj megcsinálom, srácok. Fixen meg lehet csinálni, be kell adnom, nem lehetek béna. Egyszer még, srácok, utoljára megpróbálom. Írjátok le a komment szekcióban most, hogy szerintetek be fogom-e tudni adni, vagy nem. Kíváncsi vagyok. Tehát, hogyha nem, akkor lehet, hogy majd egy live-ba rászánok több időt is próbálkozok vele, mert az hogy tényleg egy nagyon menő trükk. Nyilván értelme az nem nagyon van a játékban, tehát még annál a havas pályás is rosszabb, amit órákig próbálgattam, mert ott ugye legalább a végén lett valami eredménye. Tehát ennek annyi az eredménye, hogy jej, fölmentünk oda. De én már annak is nagyon örülnék. Gyerünk, essel! Lőd föl! De miért? Hát nem is, nem is úgy pördülök föl amúgy mindig. Tehát néha teljesen másképp. Oda hajintjuk. Eddig jó. Menj bele, és most kellene! De hát hallod, ez, szerintem ez full random, hogy hogyan pördülök ott a levegőben. Gyerünk! Á, de hát nagyon nem. Még azt is el tudom készülni, hogy egy ilyen default emótot ha benyomok, az, de nem dob feljebb, hát egyszerűen nem. Gyerünk, még nem járt le az idő, gyerünk, 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 gyere föl, menj le, és én már jövök is ide a banára. Menj, gyerünk, gyerünk! Nem mondott komolyan. Ennyire köze, e rugással ez meg lett volna. Gyerünk, srácok, még egy belefér. Az feljön. Nagyon jó. Essel benne. De hát ez, ez, hogy leborul, hát ez megőrülök. Á, nem sikerült, nem sikerült beadni sajnos ezt, pedig nagyon közel voltunk hozzá. Mindenképpen írjátok meg, srácok, hogy ti meg tudjátok ezt csinálni, már régebben megtudtátok, vagy most megpróbáltatok a videó hatására, és sikerült-e, vagy nem. Illetve mindenképp érezzetek egy lájkot, like, ha szeretnétek még hasonló tartalmakat látni. Mondom, nyugodtan írjatok mindenféleképpen ilyen teóriákat, ilyen apró kis rejtett hülyességeket, furcsaságokat a játékban, vagy akár ilyen trükköket, vagy bármi hasonló, és akkor a következő részben akár megpróbálom a tiéteket is megcsinálni. Leírás ott van az Instagramom, illetve a Discordom ott is küldhettek hasonlókat, illetve nagyon szépen megköszönöm, hogyha ott is bekövettek. Hogyha pedig szeretnétek még több izgalmas stumbleguys tartalmat nézni, akkor ide kattintva jó néhányat megtaláltok, csekkoljátok ezeket is,